Sokan kívánták meg a lángost Nyíregyháza belvárosában. Ez az egyik legnépszerűbb nyári étel, többek között ezt is vizsgálja a Nébi. A hatóság 12 éve minden nyáron szezonális ellenőrzést tart. Ilyenkor az élelmiszer forgalmazás főleg a turisztikai szempontból frekventált helyeken történik, fesztiválokon, rendezvényeken, vásárokon. Ezeken a helyeken előre nem bejelentetten végzik az ellenőrzést, vagyis az eladóknak nincs lehetőségük célzottan felkészülni. Mégis az az elmúlt évek tapasztalata, hogy a legtöbben próbálják betartani a jogszabályokat. Ilyen ellenőrzésen megjelenik a szakértő, megteszi a bejelentkezését, bemutatja az igazolványát, és akkor is egy teljes körű ellenőrzést végez az egységben. Általános higiéniai ellenőrzés, tehát a takarítottság, a hűtőlánc betartása, ez nyáron különösen fontos, tulajdonképpen erre fókuszálunk a leginkább, és nem csak a hűtési lánc, tehát az egész hőmérsékleti körülményeknek a vizsgálata megtörténik, mivel a egyik legtöbb gondot azt szokta jelezni, hogy ezek a ideglenesen működő létesítmények, büfékocsik, mozgóárusok kicsit túlvállalják magukat, és ez abban mutatkozik meg, hogy többféle terméket próbálnak kínálni a vásárlóknak, mint amennyit szakszerűen el tudnak helyezni mondjuk a hőtárló edényekben vagy a hűtőkben. Ezen felül az alkalmazottak képzettségét és egészségügyi alkalmasságát is vizsgálják. Az apró hibák már akár a helyszínen is orvosolhatók, és ha az ellenőrzés alatt ezeket javítják, a vállalkozó megúszhatja a komoly szankciókat. Az élelmiszerbiztonságot érintő eseteknél vagy hamisításnál viszont nem kerülhető el a büntetés. 15 ezer forinttól akár milliós tételt is kiszabhat a hatóság, sőt az egész egységet is bezárathatják. 3000-5000 ellenőrzés történik az országban. Tavalyi évben ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 157 ellenőrzés jutott. Itt 9 élelmiszer előállító hely, 84 élelmiszerforgalmazó hely, tehát kereskedelmi egység és 62 vendéglátóhely ellenőrzése történt meg, és ebből 19 alkalommal, tehát több mint 10% esetében kellett szankcionálni. Itt főleg a különböző kisebb üzletek estek ez alá a szankció alá, és összességében 1.430.000 forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a vendéglátásban ellenőrzi a repoharak, azaz az újra tölthető poharak kezelését, továbbá a vásárlók tájékoztatását szolgáló kiírásokat, kiemelt figyelmet fordítva az allergén információk és a helyettesítő termékek megfelelő feltüntetésére. Az akció célja, hogy a családok biztonságos, jó minőségű és az egészség megőrzését támogató élelmiszereket fogyasszanak. Az ellenőrzés augusztus 20-áig tart.